Szép estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit november 24-én kedden 19 óra 45 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Nérer Györggyel, akinek a közelmúltban jelent meg egy új kötete. Ezután a jelen egyik kimagasló tehetségű jazzénekese Vörös Janka és csapata a New Series zenekar koncertjére látogatunk el, majd László Tibor lelkipásztor homokrajzairól láthatnak egy beszámolót. Tartsanak velünk! Szép jó estét kívánok, kedves nézőink! A mai Paletta magazin adásunk is egy kötetbemutatóval kezdődik. Megjelent a Feketeses szálloda történetek a múltból című kötet Nérer György tollából. Tisztelettel köszöntelek! Jó estét kívánok! Én is köszönöm. És köszönjük ezt a könyvet is, hiszen ez, én azt gondolom, hogy olyan történetek, amelyek nagyon-nagyon fontosak, és kellő módon mutatják meg, hiszen a Feketeses szálloda legenda Székesfehérvár belvárosában, annak kellős közepén, bár most, hogy olyan állapotban van, nyilván ezt sokan nem tudják, hogy milyen csoda volt ez annak idején a 20. század elején derekán. Nos, hát ez egy sokadik könyved, mert a 38 pillanat a hazádnak rendületlenül, a Csak mesélek, és most a történtek a múltból, ez mind... A Bakonyi Kovács. Igen, Bakonyi Kovács Istvánról, így van. A bodajki barátunkról, igen. Tehát a József Attila díjas irodalom történészről van szó természetesen. Most viszont a Feketes szálloda. Honnét jött a gondolat, hogy felidézd azt a megannyi játékos történetet, ami a Feketes hasban történhetett volna? Hát tulajdonképpen, mielőtt elkezdeném, van egy kötelezettségem, a könyv a Láncos Kornél Szegfi Gyula Alapítvány támogatásával jött létre, tehát ezt fontos megjegyezni. A kérdésedre válaszolva, tulajdonképpen a Vörös Marti Társaság és a Feketes-As Társaság közösen írt ki egy kis novellaíró pályázatot, és ennek a pályázatnak a propagálásában én a Vörös Marti Társaság részéről mindenfelé megosztottam, hogy lehetőleg minél többen jelentkezzenek amatőr vagy profi írók ezeknek a kis történeteknek a megírására, melyek én magam is szeretem, mert szeretem a történelmet, én is úgy gondoltam, hogy megírom ezt a 13 novellát, pályázaton kívül, nem adtam be pályázatot, nem tartottam volna ezt helyesnek, több okból sem. És megírtam, és tulajdonképpen ebből született meg ez a kis könyv. Ezek a történetek a valós történetek, tehát megtörtént események, és minden pályázónak ugye a saját szellemi szabadsága szerint olyan novellát írt belőle, amilyet ő gondolt. Ezek 13 darab kis régi, 1880-as évektől az 1920-as évekig a Székesfehérvár és vidéke, a Székesfehérvári Hírlap és egyéb a korabeli újságokban megjelent rövid kis újságcikkek voltak. Ezek ilyen 2-3 mondatos kis hírek, és ebből kapott tulajdonképpen minden pályázó, megkapta ezt a 13 darab, 2-3 mondatot és kis hírt, és az ő fantáziájára volt bízva, hogy ki mit hozott ki belőle. Hát én azon a 140 oldalon, amit majd, ha valakinek a kezébe kerül, elolvas. Zseniális történet, és mielőtt belemélyednénk, előszóból hadd idézzek, hiszen Petrőc Éva barátnőnk, közös barátnőnk, aki gyakori székesfehérvári vendég, és egy remek költőíró, én azt gondolom, hogy nagyon jó választás volt rábízni az előszót, annál is inkább, mert ő egy nagyon-nagyon komoly ember. És ugye ehhez tudni kell, hogy te meglehetősen későn kezdted az írást, túl vagy a 66-os úton, ha úgy tetszik. Igen, már. Az Éva is amúgy, tehát azért kortársad, ő a következőképpen fogalmaz: Fehérvári Capriccio előjáró sorok,
Mielőtt érzékeltetném a késő pályakezdők sorában már is, ráadásul országosan megbecsült nevet kivívott Nérert György Történetek a múltból című kisregényrangú novella füzérének hangulatát, hadd idézzek a mindig derűs, vagy legalábbis annak látszó szerző megrázó önvallomásából, 1953, ánt a születésének éve. Írok, mondott te, néha magam alatt vagyok, néha a fellegekben járok. Néha azt hiszem, hogy megváltoztatható a világ. Aztán rájövök, hogy mégsem, mert egyre gonoszabb és körmönfontabb emberek jönnek messiásként. Rend és értékrend, olyan már régóta nincs. Amíg tudok, addig adok, a többit meg elveszik. Még szilárdan állok a lábamon, mint a házak, amiket építettem. A végén törmelék, róm és töltés lesz mindenből. Hát ezek szomorú szavak a végén egy műszaki embertől, aki, mint tudja, igen, aki realista is hátlában. Aki realista. Viszont egy ilyen realista valaki, mint Nérer György, aki te vagy, miként tudja beleélni magát egy olyan ilyen novella füzérbe, hiszen ez abszolút játékos, fantasztikus történetek, annyit mondok el a nézőknek. Hogyan lehet beleélni magát a 19. század végébe? Olyan történetekbe, a Fekete Sas és környéke, illetve székesfehérvári történésekbe, ami azt hiszem, hogy abszolút újdonság, ha valaki nem kíséri figyelemmel a történelmet, illetve azokban esett mindennapokat. Hát azt tudni kell hozzá, hogy én most már jó néhány éve a levéltári kutatásokba belevetettem magamat, és szinte napi rendszerességgel olvasok 80-100-150 éves újságokat, és ezeknek a nyelvezetét, valamelyik nap beszélgettem valakivel, hogy mondtam, hogy ha én újságírókat tanítanék, az biztos, hogy kötelezővé tenném nekik azt, hogy például a Tolnai Világlapjából olvassanak. Az kimondottan irodalmi, kimondottan irodalmi napilap volt, és én ezeket naponta olvasom. És amikor ezt a pályázati kiírást megláttam, akkor azt mondtam, hogy még független attól, hogy, tehát még nem is kezdtem el hirdetni, azt mondtam, hogy én ezt nekem írták ki. És ezt meg kell, hogy írjam ezeket a történeteket, és hogy realista emberként beleélni magát. Én úgy gondolom, hogy aki már nem az első novellákat, amiket írok, aki tollat vesz a kezébe, az annak kell, hogy legyen annyi a realizmus mellett annyi kis fantáziája, ami megmozgatja a tollat is, hogy hatalmas élvezettel vágtam ebbe bele, mert ha csak arról a történet, az elvesztett pénz, most csak egy novellát, a nagyon röviden, mert nem akarom elmesélni, Weiss Ármin szőnyegkereskedő, aki a siófoki lóversenypályán 100 forintját elveszítette, és utána bizonyos nagyon sok csavaron keresztül a Fekete-Sas a szállodában megszállt, és az elveszített pénzt úgy gondolta visszahozni, hogy a párnája alatt felejtett pénztárcából valószínű, hogy a takarító nő lopta ki az ő 100 forintját, és aztán persze Weiss Árminnak rossz vége lett, mert elvitte a rendőrség, de a történet, tehát ez megtörtént esemény volt, és aztán ami megmozgatja az ember fantáziáját, az, hogy én minden egyes dolognak, még a siófoki lóversenyen befutott lovak sorrendje is, meg nevei is megfelelőek a könyvbe, tehát ez nem kamu, tehát ott ez volt, ez történt, és talán sok siófoki nem is tudja, hogy a mai Jókai Ligetben, ahol sétálgat, ott valaha országos hírű, de mondhatom azt, hogy Európa hírű lóversenypálya volt, ahol megjelentek az Icsi grófoktól egy-egy ilyen turfon, az Icsi grófoktól a Batthyányiakig, és számtalan neves személyiség egy-egy ilyen futamon. Tehát nem csak történet
ez, hanem történelem is. Igen, igen, ez egy valós történelemet is. Én mindegyik novellában, ami van, vannak bizonyos szereplők, akik kitaláltak, akik összekötik gyakorlatilag majdnem csak egyik novellát a másik, a kitalált személy például Szamosvári főhadnagy, ami több novellában is előfordul, ő egy rendőr a városban, de ezt ő kitalált személy, világos. És az ő nagybátyámnak a személyiségét húztam rá, aki szintén rendőr volt, hatalmas termetű díjbirkózó, de ugye a név az nem ugyanaz, de... Akit segítségül lehet hívni, igen, ha baj van. Igen, így van, és a karakter megformázásokban ez nagyon sokat segített. Rikám, mennyire kell gondoskodó tisztelettel kezelni ezeket a történeteket? Nagyon. Vagy csak játékosan? Nem. Na, de tehát... Egy-egy novellában, ha most azt akarom mondani, hogy ahhoz, hogy ezek a novellák a helyükön legyenek, történelmileg is, és mindenféle szempontból, az rengeteg háttérmunka van benne. Van, amikor csak 2-3 mondat leírásához, el kellett olvasni körülbelül egy olyan 150 oldalnyi újságot, ahhoz, hogy ne butaságokat írjak, tehát hogy az a két mondat is ott legyen azon a helyen, tehát hogy ne lehessen ebbe belekötni, hogy az nem így volt, az nem úgy volt, tehát hogy én erre, tehát munkás, elég munkás. Tehát tanulságos. Kinek ajánlanád? Hát én szerintem, mivel ezek a kis novellák azért reményeim szerint olvasható, tehát olvasmányosak. Én bárkinek, aki szereti a régi stílusú novellákat, vagy kis rövid történeteket, és természetesen, aki érdeklődik, mondjuk a mindegyik történet a Fekete-sas szállodához kapcsolódik valamilyen formában. És hát székesfehérváriaknak mindenképpen, mert legalább kitűnik belőle az, hogy azért micsoda élet volt. Micsoda élet volt itt a 18. század végétől a 20. század elejéig, közepéig, hogy milyen élet volt ebben a szállodám. A Fehérvárnak amúgy a legrégebbi szállodája. Igen, és bizakodóak vagyunk, hogy egyszer majd visszatér régi fényében. Igen. Gyurikám, köszönöm szépen, és akkor búcsúzzunk Évával, aki az utolsó gondolatban azt hiszem, hogy összegzi mindazt, és rábeszél bennünket, hogy igenis vegyük meg ezt a kötetet, és olvassuk. Hiszen ebben van a 1890-es kolera járványról is szó, de ő azt írja, de ne a gondot, a bánatot, a sokszor csak stikliszerű bűnöcskéket vegyük észre ezekben az igaz mesékben, hanem a szépet, a kifogyhatatlan életörömet és életünneplést. Egy szóval mindazt, amivel ez a novella füzér ezúttal felnőtteknek szóló mesék borozgatás közben gyógyítgatja, biztatja és felderíti napjainkat. Hát ezt én köszönöm szépen minden olvasó nevében. Én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem a Fehérvár TV-ben. Utolsó zárom, egy gondolatot muszáj elmondanom még hozzá, és nem húzom azért. Minden kis novellához Kosztolányi Mária költő és grafikus és festő barátom nagy rábeszélésre készített egy kis grafikát. Külön szépek. Köszönöm szépen. És köszönöm. Így legyen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta Magazint. Blues, funky és jazz dallamokkal varázsolt el a New Series a zenekedvelőket. Vörös Janka és csapata ezúttal a populárisabb stílusra helyezte a hangsúlyt, ezért aztán erről az új albumukról hallhatott fantasztikus dalokat a közönség. Családias bensőséges hangulattal várta a nemrégiben megalakult New Series a jazz kedvelőit a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Az érdeklődők ezúttal a What Am I Waiting For című legújabb albumról hallhattak dalokat. A zenekar dalszövegei a nagy sikerű jazz énekes Vörös Janka tollából származnak, amelyek központi kérdése az énkeresés. Legutóbbi 30 évben az foglalkoztat, hogy
hogyan lehet fejlődni személyiségben, hogyan kellene fejlődni, mik azok a hibák, amiket lehet és kell is javítani. És igazából pont ez az én keresés az, ami a meghatározó a szövegekben is. Szóval igazából ez azt jelenti, hogy mi az, amire várok. És ez egy tök jó kérdés, mire várunk mindannyian. Koncepció volt az, hogy egyik stílus elem sem annyira mérvadó a zenében, hogy az karakterizálja kifejezetten a dalokat, hanem hagytuk azt, hogy az a sokféle zeneiség, ami mindannyiunkra jellemző, az végülis egy ilyen mixben megmutatkozzon a dalokban. Tehát nem akartunk nagyon-nagyon konkrét stíluselemeket használni, hanem pont ez a kicsit mindenki számára ismert, és kicsit senki számára sem ismert dolog lett ebből az egészből. Janka egyik zenésztársa, Fövényi Máté szerint az együttes megalakulása és működése mindegyikük életében egy meghatározó szakmai alapkő. Az értelmezhetőség vagy a fogyaszthatósága az egy nehézség tud lenni abban az esetben, hogyha valaki például ezekben a műfajokban annyira nem járatos. Illetve nagyfokú nyitottság is fontos lehet mellé, de igyekszünk mindent olyan formában tálalni, hogy az közérthető legyen, és a zene lényegi mondani valójából ne vegyen el, tehát tartalmilag és üzenetileg minden átmenjen. A gitáros hozzátette, hogy a zenékben a populáris stílusra helyezték a hangsúlyt, valamint fontosnak tartja, hogy belevigyék saját egyéniségüket is. Igyekszünk poposabb hangzásvilágból kiindulni, tehát inkább egy poprokos alapra ültetett és jazzes elemekkel tarkított zenéről van szó, de lévén, hogy mégis a zenekar tagjai mindegyikünk jazz tanszakot végzett, úgyhogy ilyen módon ez nem is meglepő. Igazából populáris irány és populáris alapokra építünk, de közben meg bele tudjuk tenni így azt az erősséget, vagy illetve plusz tartalmat, amit nyilván a szakmaiságunkkal tudunk képviselni. A jazz és a funky együttes jelenléte a zenékben olykor nehézséget okoz a zenekar tagjainak, hiszen alapkoncepciójuk, hogy egyik stílus se legyen hangsúlyos a zenékben. Nagyon komplex nóták vannak, és szerkezetében is nem egy tipikus pop számokat játszunk, ezért én sokkal nehezebben tudom memorizálni a számokat, de próbálok helytállni. When you see Kaik csapata ezúttal zárt térben kisebb közönség előtt tartotta meg koncertjét. A családiasabb hangvételű estre a felkészülés sem a megszokott formában zajlott. Részt a helyszín adottságai miatt, de ez mindenféle értelemben értendő, másrészt pedig a mostani mindenféle helyzet, politikai, társadalmi, egészségügyi, stb. Nem feltétlenül teszi azt lehetővé, és nem is biztos, hogy szeretnénk itt most mindenféle fesztivál hangulatú, nagyszabású, nagy hangerejű üvöltözés bulit eljátszani és meghallgatni, hanem szerettünk volna mindenképpen egy ilyen sokkal bensőségesebb hangulatot az embereknek létrehozni. A megfelelő higién és szabályok betartása mellett, ha nem is nagy közönség előtt, de a megszokott színvonalon csendültek fel a New Series ismert dallamai.
Továbbra is látható a Nyitrai úti közösségi házban László Tibor Homoknyomok című tárlata. A tárlaton az alkotó homokolásos technikával készült műveit tekinthetjük meg. A Markó S. Mária Emlékalapítvány és a Nyitrai úti közösségi házad otthont László Tibor református lelkipásztor különleges Homoknyomok című kiállításának. A több mint 50 darabos tárlat alkotásai egyedi technológiával, homokolással készültek. A jelen idő a múltból táplálkozik, választékot adva, utat mutatva ahhoz, hogy merre induljunk, vallja az alkotó, és ennek tükrében bizonyosan nem véletlen, hogy ilyen sokszínű művekkel és tartalommal mutatja be legbensőbb gondolatait. Közel 10 éve, hogy ezzel foglalkozom, valamilyen szinten, időszakonként, ahogy az idő engedi. A technikai része az adott volt, még mérnök múltamból kifolyólag a videótomba is használtunk homok kolóberendezéseket, öntvények tisztítására, és aztán arra gondoltam, hogy lehet, hogy ezzel lehetne valami mást is készíteni. Így lett belőle ez a homokolásos technika, ami alapvetően bármilyen anyagra fölvihető motívumot jelent. A linolmetszéshez hasonló technika, az anyag tetejére kerül egy fólia, amibe a minta kerül vevésésre, és utána ennek a kiszedése adja a lehetőséget arra, hogy akár negatív, akár pozitív képet lehessen készíteni. Gondoljunk most a tartalmi oldalára, hiszen azt hiszem az indítatásból, és itt ha körbenézünk, kiderül, hogy sokszínű tartalommal bír ez a tárlat. Igen, alapvetően ezeket a képeket, amiket készítettem, azok ajándékképek voltak család számára, karácsonyra, egyéb alkalomra. Ami tetszett, azt próbáltam meg elkészíteni. Bizonyos fokig egyfajta technikai kísérletet is jelentett, ezt hiszen volt egy fejlődés ebben az időszakban, és hát a fejlődés lehetősége továbbra is adott, hiszen a síkbeli ábrázolásnak egy átmenetét próbálom megvalósítani most a térbeli ábrázolás formájában, több rétegű, egymás mögött levő üvegek képfölbontással készülhetnek. Vizsgáljuk meg a tartalmi oldalt, mert itt most a technikai már megtörtént. Honnét van az indítatás, azokat a történeteket, embereket, amelyek a képeket ábrázolják? Alapvetően a tartalmi részénél fontos az, hogy kinek is állít az ember emléket. Ilyen formában látható itt mindjárt a kiállítás elején Kovács Lászlónak a képe, aki annak idején ezt a házat, az eredeti házrészt építette, és az édesanyja által kapta a közösségünk ajándékba. Így készült az ő képéről, ilyen formában készült egy emlékállítás, ami megjelenik más formában is a Tiffany technikában, amit mondjuk nem én készítettem, de megjelenik ugyanígy emléket állítva. Vannak olyan képek, amik klasszikus képekként ismerhetők Chagall, vagy más neves alkotók munkájából. Ez, amikor elkészült, azon túl, hogy tetszett tartalmilag, megint csak a technikai része fele irányította a figyelmet, hogy milyen vékonyságú, milyen finomságú képeket, vonalakat lehet elkészíteni ezzel a technikával. Természetesen ennek van egy további lehetősége a számítógépes grafika felé, bizonyos korlátok mellett. Tartalmilag mi megjelenik karácsony, vagy városképek, vagy akár kis szecessziós mintájú képek, ezek mind-mind valamilyen emléket próbálnak föleleveníteni bennem. Mindemellett a városnak a képei között szerepel mondjuk egy főutcai kép, ami a lakásom ablakából volt látható. A tárlat ékes bizonyíték arra, amit László Tibor is hangoztat, hogy van, aki önmagától képes előhozni tehetsége gyümölcseit, és van, akinek kell az a hagyaték, amit kapott génjeiben vagy elei tanításaiban. Minden esetre egy bizonyos, a homoknyomok öröklétű érték. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!